ismét floorball sikereket ért el az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola. A részletekről a csapattagokat, illetve felkészítő tanárukat, Herpa Imrét kérdezzük. Sziasztok, köszöntünk benneteket, és gratulálunk. Sziasztok. Szép jó napot kívánok. Először is, milyen versenyen jártatok legutóbb, és mennyire vagytok megelégedve az eredménnyel? Akkor kezdeném én, és egy kicsit javítok versenyeken, mert volt egy negyedik korcsoportos nagypályás floorball országos döntőnk, ahol tulajdonképpen ők harmadik korcsoportos lányok egy kicsit fölversenyeztek egy korcsoporttal fölfelé. Volt egy unihoki országos döntőnk és egy magyar kupa, ez a három. Az eredményekkel én úgy gondolom, hogy elégedettek vagyunk, de majd a lányok beszámolnak, hogy milyen érzések dúlnak bennük. Igen, mert hogy itt van velünk Anna Csenge és Liza, és akkor őket kérdezném, hogy hogyan készültetek fel a versenyre, hogyan edzettetek erre a megmérettetésre, akár sorban is haladhatunk. Hát ugye mi már első óta próbálkozunk, és azóta kemény gyakorlás van emögött, főleg most ebben a tanévben, mert előző évben kimaradt a versenyzés, és most szerintem jó évet zártunk nagyon. Hát nagyon sokat gyakoroltunk, hogy jól sikerüljenek, mert ugye tavaly nem volt, és gyakoroltunk egy csomót, hogy sikerüljön, és sikerült is. Liza, mit főznél hozzá? Szerintem most nagyobb a csapat összetartás, mint az előző években, és emiatt is voltak nagyobbak most a sikereink. De hogy néz ki egy floorball edzés egyáltalán, mert mi nem tudjuk Petrával, vagy te tudod? Már láttam azért floorball. Na én nem, úgyhogy világosítsatok fel. Hát az elején passzolgatni szoktunk, hogy ugye azt is gyakoroljunk, különböző feladatokat szoktunk megcsinálni, és az edzés hátralévő részében meccsezni szoktunk. Hát hogy kell közben rohangálni, de az ütőt is ügyesen kell használni, meg labda is van, szóval annyira összetett, hogy lehet mindenre is gyúrni közben, tanár úr. Egyébként szerintem is egy nagyon nehéz sport, én ezt mindig elmondom a lányoknak, hogy le a kalappal előttük. Összetett valóban, a passz az központi téma, ugyanúgy, mint más sportágokban, és utána labdakezelés, egyéb lövéstechnikák, és akkor mikor már ezek a dolgok mennek, akkor lehet támadás és védő taktikát elsajátítani, illetve figurákat, vagy egyszerűbb figurákat gyakorolgattunk, ami előfordulhat a verseny során. Melyik a három lány közül, melyik, aki ilyen támadós vadmacska jellem inkább? Csenge is, meg Anna. Ők is szendék, nem is nézném ki belőlük. Liza nagyon jó védő. Egyébként a védőnek is nagyon-nagyon keménynek kell lenni, mert amit kap az ellenfél támadóitól, azt azért jól kell tudni viselni. Erősen repülnek azok a floorball labdák, én is úgy emlékszem. Igen, tehát mindig mintás a lábuk, mire egy-egy tornyos. Pöttyös az igazi. Igen. Liza, a csapat összetartást említetted. Mit gondoltak arról, mitől igazán jó egy csapat? Szerintem attól, hogy elfogadjuk egymást a csapatban, mert persze nem leszünk legjobb barátnők mindannyian, meg nagyon közeli barátok sem, viszont muszáj az elfogadás azért, hogy a csapat teljesíteni tudjon, mert másképp az lesz, hogy pikkelünk a másikra, és akkor mindannyian rontani fogunk a versenyben. De azért nyugtassatok meg, hogy vannak barátságok is a csapatban. Össze is jártok, és hulin kívül is? Igen. Szoktunk. És nyáron mi lesz? Lesznek edzések, vagy akkor mindenki ellustul és meghízik? Hát mi fogunk itt csapatban találkozni. Igen. És edzések azok nem lesznek, viszont szerintem mindenki erősen fogja tartani magát nyáron, mert hát mindannyian szoktunk biciklizni, vagy elmenni egyszer-kétszer úszni, meg hát a nyaraláson is azért sporttevékenységeket is szoktunk csinálni. Szerettél volna valamit mondani itt az előző kérdésemre? Nem, csak tulajdonképpen annyit, hogy majd a nyári edzéstervet azt megkapják, az ólommellényes feladatokat remélem nagy sikerrel. Katonaságból vettem. Odaadással fogják csinálni. A téli kabátban futás, esetleg a tündérparton, hogyha lehet javasolni. És szerinted mondjuk tényleg mitől jó egy csapat? Vagy mondjuk egy edző hogyan tud hozzájárulni ehhez, hogy igazán jó csapat alakuljon ki?
De először is, amivel mi is kezdtük még pici kisgyerekekként, kis elsős másodikosokként, tehát elkezdtük a technikát csiszolgatni. Persze ezt lehet az idők végezetéig, és utána apró lépésekben egyre összetettebb feladatokat csináltunk, amiben én úgy gondolom, hogy nagy felelősség hárul rám, hogy igenis megköveteljem tőlük, hogy ezeket a technikai, taktikai feladatokat bevasaljam rajtuk. Az már egy kicsit nehezebb, hogy a csapategység meglegyen. Próbálunk azért közös rendezvényeket összehozni. Volt már palacsintasütésünk, hétvégén grilleztünk a vasárnapi hidegbe, és iszogattunk, hogy ne fagyjunk meg, de csak iced tea-t. Úgyhogy próbáljuk ezt a részét is erősíteni. Meg azért elbeszélgetünk mindig a közös céljainkról, arról, hogy egységben egy csapat hogyan tud együttműködni és sikereket elérni. És igazából azt szokták mondani, hogy a lányokkal elég nehéz bánni, és ez valóban így van, de értelmesek a csajok, tehát felfogják, amiről szó van, és be is látják, és próbálnak ezen segíteni nekem is, illetve megteremteni ezt az egységet. Ha már célok. Lányok, ti látjátok magatokat évekkel később, hogy akkor is még a floorballal foglalkoztok, vagy ez nagyon nehéz kérdés? Hát mindenképp szeretném megtartani, mint sport, mert szeretem, viszont nem szeretnék élsportoló lenni, mert nem látom abban úgy a jövőmet, mint például más szakmában. Mert miben látod? Hát én igazából azt tűztem ki magamnak célnak, hogy egyszer fogorvos legyek, mert van családban is olyan példakép, és tényleg nem kötődök úgy a sporthoz, hogy mindenképp azt folytassam. De az életed része marad. Igen. Többiek? Hát nagyon szeretem ezt a sportot, és szerintem később is fogom űzni ezt, mert szerintem egy jó sport, és ha úgy van, akkor mindenki próbálja ki szerintem. Én is még középiskolás koromban is, ha van rá lehetőség, szeretném folytatni. A kollégámmal, Lejtner Tamással, aki ugyancsak kiváló szakember, ő szokta vinni aztán középiskola és a felnőtt csapatot, úgyhogy a folytatás majd az lenne, hogyha a középiskolás korukba felkerülnek Tamáshoz, és igazából azért az EGRI csapatból nagyon sok válogatott játékos kerül ki. Először U19-es válogatott, utánpótlás, utána pedig a felnőtt csapatba. Tehát mellettem lévő három lány, hogyha így fog dolgozni tovább, biztos, hogy be fogják őket hívni a válogatottba, tehát a lehetőség ott lesz nekik. Uh-huh. Elhúzott az előbb, hogy nehéz a lányokkal. Ti mit szóltok ehhez? Gyepáljátok tanár urat? Ők azt mondják, hogy nehéz a tanárokkal. Igen, teljesen jogos. És mi a következő cél, amire most készültök majd? De jövőre újra elindul ez a bajnokság, illetve szeretnénk nem csak a diákolimpián részt venni, hanem jó volna a szövetségi bajnokságban is, hogyha ennek az anyagi fedezetét meg tudjuk teremteni, akkor oda is benevezni és azon is részt venni. Mennyire vagytok elégedettek az elmúlt egy évvel, az elmúlt tanévvel? Hát igazából maximálisan egy kis, hogyha úgy nézzük, hiány szenvedtünk, mert a kispályás országos döntőn második helyezést értünk el, ott Komárom csapata talán egy góllal megvert bennünket a döntőbe, és akkor mi, hát hál' Istennek revansot vettünk tőlük az Unihoki, illetve a Magyar Kupán, mert velük játszottuk a döntőt, és ott pedig mi diadalmaskodtunk. Tehát mondhatjuk azt, hogy általában Komárommal vívunk nagy küzdelmeket. De ez az egy, de hát most én azt gondolom, hogy egy országos második helyezést nem lehet kudarcként megélni, mert mégis a lányok szereztek két ezüstöt és két aranyérmet az idei évadban. Hát gratulálunk még egyszer, és további sok sikert kívánunk, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.